Azért itt videózok, mert elegem van, hogy minden videózás előtt, ha csak egyet is veszek föl, legalább annyi ideig pakolásznom kell a másik szobában, úgyhogy most itt leszek, mert egy gyorsabban és egyszerűbben elintézem. És kiégette a könyvespolcon az izzósor, úgyhogy azért nincs már rajta. Arra gondoltam, hogy a mai videóban arról beszélnek egy kicsit, hogy mi alapján per hogyan értékelek könyveket, itt csillagozásra gondolok leginkább. Röviden összefoglalva az, hogy én hogy és mi alapján értékelek, abban nincs rendszer. De gyakorlatilag valamennyi van. És akkor most megpróbálom összefoglalni nagyjából mi. Ami szerintem elsősorban kiemelendő csillagozásnál, hogy szerintem minden csillag, mennyiség, minden embernek más jelent, tehát ez ugyanúgy szubjektív, mint egy könyvértékelés szövegben, vagy egy könyvnek az elolvasása utáni véleménye az embernek, tehát hogy az egész annyira szubjektív, hogy még a csillagok mennyisége is mindenkinek tényleg mást jelent. Jó, kezdem a Goodreads-el, mert a Goodreads-en is olyan két különböző csillagozási módszer van, ugye a Goodreads-en csak egész csillagokat lehet használni. Na most ami a Goodreads-ben, gyakorlatilag megmondja neked, hogy melyik csillag mit jelent a Goodreads szerint, de te ezt nem muszáj, hogy adaptáld, úgymond. A Goodreads-en úgy van, hogy az egy csillaga nem tetszett, a két csillag az oké volt, a három csillaga tetszett, a négy csillag a nagyon tetszett, és az öt csillag pedig a fantasztikus volt. Én nagyon-nagyon sokáig mindig csak ilyen 4-5 csillagokat adtam könyveknek csak, az a legjobb értékelés, nem, szóval mindig 4-5 csillagokat adtam könyveknek, mert miért ne? De az a helyzet azzal, hogyha mindig 4-5 csillagot adok, hogy ugye utána belegondolok, hogy hát azért mondjuk 2-4 csillagos könyv között is vannak különbségek, tehát hogy például van olyan 4 csillagos könyv, amit ideig magasztalok, és csak 4 csillag, és van olyan 4 csillagos könyv, amit, mármint hogy én értékeltem 4 csillagra, amit ideig lehúzok, és 4 csillag, tehát hogy igen, csillagozás, ugyanazon csillagon belül is vannak különbségek, amit leginkább a szöveges értékelés tud szerintem kiegészíteni. Mert hogy nálam az, hogy valaminek hány csillagot adtok, az még nem jelent semmit kb. Igazából mindig is tudtam, hogy Goodreads-en ez így néz ki, hogyha ott a csillag fölé viszem az egeret, és így kírja, hogy az úgy kvázi mit jelent. De hogy mostában próbálok egy kicsit szigorúbban csillagozni, pont azért, hogy be minden egyforma értékelést kapjon. Amit nagyjából sikerül is jelenleg adaptálnom, mert hogy általában egyébként úgy szoktam ezt csinálni, hogy amikor befejezek egy könyvet, fölmegyek Goodreads-re, ott felajánlja, hogy 1-2-3-4-5 csillagot adjak neki, és így amelyik így hirtelen elsőre jónak tűnik, arra nyomok rá. Ez általában 4 csillag szokott lenni. És ugye moly.hu-n ott van egy kis változtatás, ott ugye lehet fél csillagokat adni. És általában úgy szoktam, hogyha valaminek, mit tudom én, 3,5 csillagot adok, akkor Goodreads-en azt lefele kerekítem. Pont abból az okból kifolyólag egyébként, hogy Goodreads-en a 3 csillag az biztosan azt jelenti még igazából, hogy tetszett, de nem éri el a 4 csillagot, tehát nem fogok neki 4 csillagot adni. Valamelyik könyvnek adok 4 csillagot egyébként, ez is hektikus, hogy most felfele lefele kerekítek, mert mostában inkább lefele szoktam. Az úgy pontosabb Goodreads-en. A fél csillag nyilván az, amikor igazából az ember nem tudja eldönteni, hogy egy könyv 3 csillagos inkább, vagy 4 csillagos. Tehát, hogyha a Goodreads-re ráviszem ezt akkor, hogy tetszett, vagy nagyon tetszett. Tehát a 3,5 csillag az ugye félút mondjuk. A 4,5 meg ugye az imádtam és a nagyon tetszett között félúton. Gyakorlatilag nálam a 3-4-5 csillag és ezeknek a feles változatai, azok még abszolút jó könyveket jelentenek. Tehát, hogy azok olyan könyvek, hogy végigolvastam, és így gyakorlatilag tetszett. Mondjuk, ami ilyen 3 csillagos, azt nem feltétlenül olvasnám újra. De ennyi, tehát, hogy amúgy tetszettek, nagy bajom nem volt velük. A 2,5-től lefele az olyan már, hogy rezgősebb a talaj alatta, de még a 2 csillagos is olyan, hogy volt benne valami értékelhető. 1 csillagot azt meg az abszolút rossz könyveknek szoktam tartogatni. Moly ponton a fél csillagot, azt hiszem egy könyvnek adtam valaha is fél csillagot, és az a Shadow Year volt. De az kriminálisan felbosszantott. A Ready Player 2-nak is talán 1 csillagot adtam. Egy egészet, nem egy felet. Igen, a Shadow Year-ra mérgesebb voltam. Szóval vannak ezek a csillagok, és hát 5 csillagos nyilván az szokott lenni, amilyen végigolvasom, és bele se gondolok, hogy volt-e benne valami hiba, mert imádom. A 4 csillagos az olyan, hogy így elgondolkozok, hogy hát azért lehet, hogy egy picit volt benne valahol valami, ami nem tetszett. Mondjuk ez inkább a 4,5 szokott lenni. Vagy a 4, tényleg ez abszolút attól függ, hogy hogy érzem, így hirtelen elolvasás után.
A 3,5 csillag szokott az a könyv lenni, hogy végigolvastam, viszonylag könnyen, tehát hogy nem volt az, hogy nagyon szenvedtem az olvasásával. De valami nagyon hiányzott belőle, vagy valami nagyon untatott. Tehát, hogy ez szokott a 3,5 csillag lenni, de ez még nálam nem számít rossznak szerintem. Tehát, hogy simán leértékelek valamit 3 csillagra, és utána azt mondom, hogy tök jó könyv volt. Mert hogy egyébként már találkoztam olyannal, hogy valami 5 csillagos könyv volt, és mondjuk a szöveges értékelés mellé tele volt negatív dolgokkal, vagy mondjuk 3 csillagos könyv volt, viszont a szöveges értékelés meg csak magasztalta a könyvet. Tehát, hogy igazából az értékeléshez nálam például ilyen szempontból össze kell nézni a csillagozást, meg a szöveges értékelést, és majd az valahogy kiadja, hogy kb. Mi volt a véleményem, de valamikor csak nem írom le a jó dolgokat, csak mondjuk azt az egy-két dolgot, ami nem tetszett, azt emelem ki, tehát hogy ez is ilyen, ahogy épp érzem. Valahogy ez így szokott nálam kinézni egyébként. Abban a szempontból jó, mert hogy ugye átlagosan 4 csillag fölött szoktam adni könyveknek, és ezért nem minden könyv üti meg a nálam a 4 csillagos mércét, mégis megadom neki a 4 csillagot, mert olyan rossz érzés lepontozni egy könyvet, de próbálok szigorúbb lenni, de tényleg. Igen, mert alapvetően én egyébként olyan vagyok, hogyha például egy könyvet keresek, hogy megnézem, hogy ezt most érdemes lenne nekem elolvasni, az első dolog, amit csinálok, az az, hogy alacsonyabb csillagozású értékeléseket keresek, amikhez van szöveges értékelés, és megnézem, hogy azok a negatív dolgok, amiket mondjuk egy 3 csillagos értékelésben kiemelnek, hogy ez meg ez van ebben a könyvben, és azért nem kapott több csillagot, megnézem, hogy az olyan-e, ami mondjuk nekem is negatív dolog lenne-e, mert ha az nekem is negatív dolog, akkor nyilván kevésbé állok úgy a könyvhöz, hogy na akkor ezt most el akarom olvasni, mert úristen milyen jó lesz. Mert hogyha tényleg ezeket kiemelik, akkor tudom, hogy nekem is valahogy ilyesmi lesz a véleményem, és hogyha előre tudom, hogy ilyesmi lesz a véleményem, kevésbé lelkesen, vagy kevésbé olvasnám el, mert akkor inkább olyat keresek, amit magasabban tudok értékelni. De egyébként csak, hogy mondjak egy példát, például ott van a Medve és Csalogány. 4 csillagot adtam rá, és az egekig magasztaltam. És nem tudom, miért nem adtam rá 5 csillagot. Csak azt tudom, hogy a hangos könyv hallgatása alatt valami hiányzott, és ezért kapott 4 csillagot, de konkrétan nem tudnám megmondani, hogy miért. Szóval ez a csillagozást teljes rejtély, de még egyszer kiemelném, hogy ez annyira szubjektív, hogy minden embernek mást jelent, és maga az olvasás is szubjektív, szóval... Ja, meg egyébként meg nem azok a csillagok fogják meghatározni, hogy egy könyv jó-e, mert hogy nyilván lesz ember, akinek tetszik, és imádja és szereti, meg lesz ember, akinek nem. És ez így lesz. Mind a kettő elő kell, hogy forduljon, különben valami turpisság van a dologban. Nincs olyan könyv szerintem. A világon nincs olyan könyv, vagy bármilyen dolog, amit mindenki csak szeretne, vagy mindenki csak utálna. Tehát, hogy ez így... Biztos vagyok benne, hogy ilyen nincs. A könyveknél is biztos vagyok benne, hogy ilyen nincs. Itt a Percy Jackson fölöttem, ez is olyan, hogy valaki utálja, valakinek nem tetszik, én itt vagyok, én imádom. És az ilyen, tehát, hogy nyilvánvalóan mindenhez lesz negatívabb, meg pozitívabb értékelés is, és mindenkinek joga van a saját véleményéhez. És most ebből vezessem át azt, hogy én is, mint olvasó ember, szubjektív véleményt mondok. Tehát, hogy rám nem kell feltétlenül hallgatni, és mindenki el tudja dönteni, hogy egy adott könyv miért és hogy tetszik neki. És jogom van a szubjektív véleményemhez. Mármint attól, hogy csinálom a YouTube-ot, nem gondolom, hogy az én véleményem kritika lenne, mármint úgy legit kritika, vagyis hát, hogy konkrét kritika lenne. Nem vagyok irodalomkritikus, és szerintem egy semmit nem lehet amúgy objektíve meg közelíteni, mert hogy minden ember valahogy valamilyen módon bele fogja vinni a szubjektív véleményét, tehát hogy nem lehet. Őszintén, nem tudsz. Én őszintén nem tudok semmit objektíve megítélni, mert úgyis valahogy szubjektív lesz az. Mert egy ha objektíve ítélnénk meg valamit, akkor mindenkinek egyforma lenne róla a véleménye. De nem az. Úgyhogy szubjektív. Na mindegy, szóval én is szubjektív vagyok, és nem gondolom, hogy bármi másnak kéne lennem, vagy bármi más tudnék lenni. És igen, elmondom a véleményem egy könyvről, még hogyha voltak benne negatív dolgok is. És úgy mondom el, ahogy bárki másnak elmondanám, attól függetlenül, hogy én most itt fönn vagyok YouTube-on, és követtek, mert szerintem mindenki el tudja dönteni magának, hogy el akar-e olvasni egy könyvet, vagy nem akar elolvasni egy könyvet. Attól függetlenül, hogy én mit mondok róla. Meg szerintem simán volt olyan, hogy mondtam, hogy nekem ez valami nagyon tetszett, valaki elolvasta, azért, mert én azt mondtam, hogy jó volt, és neki nem tetszett, tehát, hogy ez benne van a pakliban.
és fordítva is. Úgyhogy igen. A csillagozás is szubjektív, az értékelés is szubjektív, az olvasás is szubjektív. Minden szubjektív. Én értékelésnél mindenhol, csillagozásnál saját belátásomat viszem bele, a saját véleményemet, ami nem fog egyezni mindenkiével, de én úgy éreztem, hazudni nem akarok róla. Úgyhogy igen, az van, ami van. Na, nem akarok rá. És igen, szóval én nem vagyok egy professzionális ember. Hobbi YouTube csatornát üzemeltetek. Ami től nem hiszem, hogy másabb véleményt kéne formálnom bármiről is. Úgyhogy igen. És nem fogok senki kedvéért jobbat vagy rosszabbat mondani egy könyvről. Mert hogy akik engem követnek, azok valószínűleg azért követnek, mert az én véleményemre kíváncsiak, az meg az én véleményem, amit elmondok. Most aki érti, hogy miért mondtam el, az érti, aki pedig nem, az mindegy. De aki érti, az érti. De a lényeg az, hogy hadd olvassak már úgy, ahogy én akarok, és hadd értékeljem úgy, ahogy én akarom a könyveket. Mármint ahogy én érzem. Tényleg ez az, hogy rám nem kell hallgatni. Én nem mondom senkinek, hogy ugyanaz legyen a véleménye, vagy hogy tényleg ezt olvasd el, ezt ne olvasd el. Én csak itt így vagyok, igen, van egy YouTube csatornám, de az csak azért van, hogy el tudjam mondani a véleményem. Kicsit más formában, ilyen formában. Aztán akit érdekel, érdekel, akit nem, nem. Aki hallgat rá, az hallgat rá, aki nem, nem. Hát ez most már mindenkinek a saját dolga. Kommentben írjátok meg, hogy esetleg ti nagyjából mi alapján szoktatok csillagozni, értékelni egy könyvet, tehát hogy mondjuk van-e valami, amitől, ami miatt mondjuk lejjebb értékeltek valamit, vagy följebb. Írjátok meg. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal. És nem tudom, hogy itt fogok-e videózni, vagy ott, vagy már az új szobámban, mert majd költözök. Na, szóval igen. Sziasztok.